Jó reggelt, sziasztok! Józan parasztok! Tegnap beszéltem a Ruslai Dokival, és úgy tűnik, hogy lecseng a járvány, aminek nagyon örülök. Azt gondolom, ha már ő is ezt ilyen hangosan meri mondani, akkor ebben van is valami, de gyerekek, vigyázó szemeinket a következő konfliktusra irányítsuk rá, ez pedig úgy tűnhet most, hogy ez az ukrán-orosz konfliktus, de igazából szerintem nem az történik most a világban, hanem egy mai hír alapján fölgyulladt a villanykört a fejemben, ugyanis a hír arról szólt, hogy az amerikai külügyminiszter lemondta a holnapi találkozóját Genfben az orosz külügyminiszterrel, mert azt mondja, és itt a lényeg, hogy mivel Oroszország újra csapatokat küldött a kelet-ukrajnai régióba, ezért nekik nincs miről beszélniük. Bingo. Ez a mondat, ez azt jelenti, hogy a nyugat-európai embert beletrenírozták a moralitásba olyan szinten, ami különben nem meglepő a Biden kormány részéről. Ugye az amerikai demokrata pártban úgy tűnik, hogy a progresszív baloldal az teljesen maga alá gyűrte az egész demokrata pártot, mert az amerikai kormány, amióta most fölállt a Biden kormány, azóta moralizál. Mindenből morális kérdést csinál, és sajnos nem úgy, hogy az előrébb vinné az amerikaiak vagy a világ polgárainak az életét, hanem úgy moralizál, ahogy azt ezt a virtue signaling, tehát ezt a moralizáló tömeget ki tudja elégíteni. Tehát most például ez a találkozó az orosz meg az amerikai külügyminiszter között a moralizálás oltárán vérzett el, mert az én fejemben ez a mondat úgy hangzik normális világban. Mivel Oroszország Ukrajna keleti területeire csoportosított katonákat, ezért az amerikai külügyminiszter azonnali találkozót kezdeményezett az orosz külügyminiszterrel. Értitek, hogy hol vagyunk becsapva? Mert most azt fogják, tehát hogy ez egy morális üzenet. Semmi köze ahhoz, hogy az amerikai Biden kormány meg akarja oldani a konfliktust, vagy nem akarja megoldani a konfliktust. Ez egy morális üzenet, ami azoknak az embereknek szól, akik már most már hosszú ideje tocsognak ebben a moralizálásban. És ez az új igazi nagy kihívás az életünkben, ezeket fölismerni, mert ugyanez történik a klímával kapcsolatban is, hogy olyan dolgok mentén fogunk szabályozókat bevezetni az életünkbe, amelyek csak morálisan megfoghatóak, gyakorlatilag nem igazán. Mostanában nagyon sokat osztok Björn Lomborg posztokat, ajánlom mindenkinek a figyelmébe a férfit, mert olyan szinten heréli, kasztrálja ki ezt a klímahisztériát, hogy az zseniális, az szép, tényleg gyönyörű. És most szerintem ilyen szempontból kell magunkat a leginkább felvértezni. Ha tényleg lemegy ez a koronajárvány, ez azt jelenti, hogy itt fogja hagyni nekünk ezt a szociális traumát, ezt a társadalmi traumát, mint egy ilyen fekete foltot a modernkori történelmünkben, valamint itt hagy egy ilyen kondicionáltságot arra, hogy amikor egy ilyen új légből kapott katasztrófa fog minket fenyegetni, akkor már beleszünk arra kondicionálva, hogy ugyanilyen borzalmasan reagáljunk, mint ahogy most reagáltunk, illetve hogy a társadalmunknak egy rétege, a magyar embernek egy jelentős része most már akkor se higgye el, hogy ég a ház,
amikor füst van, és a lángok már a lábát nyalogatják. Ez a két reakció emelkedett most a víz fölé, úgy látom. Tehát az egyik a mindent beszopunk, mindent csinálunk, állambácsi megmondta, hogy veszély van, bár nem látok veszélyt, de kurva nagy veszély van. A másik meg, aki akkor se fog értelmesen reagálni, amikor tényleg rohadt nagy veszély van. Úgyhogy valahogy nekünk ki kell emelni a fejünket ebből a mázgából, és minél többen vagyunk, akik normálisan körül tudunk tekinteni a világban, és nem ülünk föl ilyen morális maszlagoknak, hogy az amerikai külügyminiszter lemondja a találkozót az orosz külügyminiszterrel, ahol nyilván esélyük lett volna párbeszédre, tehát valahogy közelebb jutni egyel a megoldáshoz, de nem. Nem. Mert ez szarul jön ki. Ez sokkal jobb képet fest a szavazók irányába, hogy én nem találkozom. Ez ugyanaz, amit a Facebookon is, meg mindenhoz a cancel culture-nek hívják, hogy én nem beszélek nácikkal, én nem beszélek jobboldaliakkal, én nem beszélek akár a Márkizaival, én nem beszélek a Vonával. Ugyanez az ostoba hozzáállás. Úgyhogy erre figyeltek, gyerekek. Most nagyon remélem, hogy a russaiból a proféta beszélt, két héten belül szerintem újra találkozni fogok vele, és figyeljünk oda ezekre a jelenségekre, nagyon-nagyon nagy veszélyeket tartogatnak számunkra. Köszönöm a figyeltetek, szevasztok!